akkor viszont... Akkor viszont a csüptetőt addig... Hallasz, Laci? Jó. Tehát akkor azt fog hallatszani az adásból, hogy mondom. Szeretettel köszöntöm az Együtt nevében a sajtó megjelent képviselőit és azokat a kedves nézőket, akik figyelemmel követik ezt a közvetítést, ezt az adást. Ahogy ígértem korábbi blogbejegyzésemben, elhoztam Ajkára Baranyi Krisztinát, az Együtt környezetvédelmi szakszóvivőjét, szakpolitikusát, aki már számos környezetszennyezési ügyben bizonyította, hogy képes megoldást találni a problémákra. Most Krisztina azért van itt velünk, hogy az Ajkai erőmű által kibocsátott pernye és koromszennyezés ügyében tegyen lépéseket. Én át is adnám neki a szót, hiszen a témának jóval avatottabb ismerője, mint én vagyok. Jó napot kívánok, és én is köszönöm a meghívást. Nem vagyok feltétlenül megmentő szerepben. Nyilván mindent megteszek, ami tőlem telik, és az Együtt is mindent megtesz, ami tőle telik ennek a helyzetnek a megoldása érdekében. Ugye ez az erőmű itt a hátunk mögött a magyarországi környezetvédelem egyik állatorvosi lova, hiszen egy olyan szennyezésről beszélhetünk, amely az elmúlt jó pár évtizedben is ugyanígy volt. Többen erre hivatkoznak is, ez mindig így volt, mindig pernyeleptel, mindig porleptel ezt a várost. Miért kéne ennek megváltoznia, hiszen ez mindig így volt, és egyébként is munkahelyek vannak veszélyben, illetve a város melegvíz és fűtés ellátása kerül veszélybe, hogyha ezt az erőművet leállítják. Az a helyzet, hogy a most hatályos, igen szigorú, az Európai Uniós jogszabályokkal harmonizált magyar környezetvédelmi jogszabályok szerint ennek az erőműnek már nem kellene működnie. Már réges-régen be kellett volna zárni. Az, hogy trükközni lehet azzal, hogy határértékeknek mi felel meg és mi nem, az annak köszönhető, hogy 2010 óta megkezdődött, rohamosan tart, és szinte a nullára csökken a környezetvédelmi intézményrendszer hatékonysága az országban. Talán ti is tudjátok, hogy még korábban önálló minisztériuma volt ennek a témának, most a Földművelésügyi Minisztérium egyik államtitkárságának a fiók szervezetévé vált, együtt kezelik a hungarikumokkal például. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a jelenlegi vezetésnek a környezetvédelem. Nekik nem fontos, de gondolom azoknak, akiknek belepi az autóját, a kertjét, a gyerekei óvodáját, a száradó ruháit, a pernye, azoknak annál fontosabb, és azok valószínűleg örültek annak, hogy Magyarországon is szigorodtak a környezetvédelmi jogszabályok, csak éppen az eredményeit, az előnyeit nem látják. Nem lehet nem elmenni szó nélkül például amellett, hogy itt a kormányhivatal önellenőrzésre hagyatkozva ellenőrizte ezt a gyárat. Elfogadta azokat a mérési eredményeket, amelyek ugye mindig sorra, rendre azt mutatták meg, hogy itt nincsen semmilyen probléma, lehet menni, nincs itt semmi látnivaló. Amikor a lakossági és civil tiltakozás nyomán, a ti tiltakozásotok nyomán fellángolt ez a történet, és egy kicsit a média és az érdeklődés középpontjába került, hirtelen rögtön megváltoztatták a környezethasználati engedélyt, hirtelen szigorúbb előírásokat léptettek érvénybe az erőműre, hirtelen megkövetelték tőle, hogy pénzt áldozzon arra, hogy egyrészt megfigyelje az általa kibocsátott szennyezőanyagokat és megmérje, másrészt azt pontosan és a valóságnak megfelelően jelentse a hatóságoknak. Hogy ennek a méréssorozatnak a kapcsán, ami ugye feltárta, hogy folyamatosan a szennyezés történt-e kötelezés, történt-e nagyobb mértékű büntetés kiszabása, azt jelen pillanatban nem lehet tudni, de hogyha azt vesszük, hogy itt minden állampolgárnak alaptörvényben rögzített joga a tiszta és egészséges környezethez való jog, akkor ennek alapján ezt a gyárat már régen be kellett volna zárni. Nyilvánvaló, hogy nem tehetik meg az itt élők meleg vízzel, fűtéssel való ellátása miatt nem tehetik meg, hogy ezt a gyárat bezárják, és jól látszik, hogy az eddigi tulajdonosok ezzel bizony vissza is éltek, hiszen úgy gondolják, hogy nagyobb zsaroló eszköz van a kezükben azzal, hogy itt nem lesz fűtés és melegvíz, mint hogy egyébként az előírásoknak megfeleljenek.
Viszont, ha a Magyarországi Környezetvédelmi Intézményrendszer úgy működne, ahogy mondjuk 2010 előtt működött, akkor ez a gyár már vagy be lenne zárva, vagy több milliárdot kellett volna arra költenie, hogy itt tiszta és egészséges égéstermék jöjjön ki ezekből a kazánokból. Azt hiszem, hogy a lakossági tiltakozást nem szabad abba hagyni, az új tulajdonosnak nem szabad 3 hónapot adni arra, hogy megfeleljen minden követelménynek, hiszen a magyarországi jogszabályok és törvények szerint, és az ő tehát tudomásuk volt arról, hogy itt milyen törvények érvényesek, ennek megfelelően kellett, hogy megvásárolják ezt a gyárat, és nagyon jól tudják, hogy az első pillanattól kezdve ennek megfelelően kell, hogy működtessék. Nem lehet az, hogy ők különböző határidőket, 3 hónapot, 100 napot, bármennyit kérjenek itt a lakosságtól, úgy kell megkezdeni a tevékenységüket, és kizárólag úgy szabad működési engedélyt kapnia az erőmű új tulajdonosának, hogy minden környezetvédelmi jogszabálynak maradéktalanul megfelel. Köszönöm. Köszönjük Kriszta szavait, és tényleg látszik, hogy a témának átfogó ismerője, tisztában van azokkal a jogszabályokkal, aminek meg kell felelni. Én meg ez annyit tennék hozzá, hogy ez az erőmű valóban ne lehessen zsarolóeszköz senkinek a kezében. Fideszes képviselők ne hivatkozhassanak arra, hogy ezt a problémát ők oldják meg, miközben semmit nem tettek a megoldás érdekében, és ne lehessen ezt az erőműnek az ügyét úgy lebegtetni, hogy bármikor esetleg a városban váratlanul megszűnik a távfűtés, megszűnik a melegvíz, megszűnik a forróvízellátás, ne adj Isten, emberek veszítik el a munkájukat, hiszen ez egy ipari város, ezt nem lehet megtenni. Ennek az ipari üzemnek úgy kell működnie, hogy valóban környezetkímélő módon a 21. századi normáknak megfelelően működjön. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, és reméljük, hogy hamarosan Ajka levegője tisztább lesz.